Különleges 40 éves barátságról tartottak előadást a Vörösmarty teremben. Arthur Koestler és Hágy Gyula írók voltak, és szoros kapcsolatot ápoltak egymással, ami egészen halálukig kitartott. Bobori Zoltán elmondta, amikor meghallotta történetüket, mindenképpen szerette volna, hogy Fehérváron is beszélnek róluk. Egy kerekasztal beszélgetésen, ahol kaptunk egy nagyszerű könyvet a kerekasztal résztvevői, és az egyik könyv nagyon alaposan foglalkozik Arthur Koestlerrel, és olyan érdeklődéssel voltam aztán ezután Arthur Koestler után, hogy gondoltam, hogy meghívok valakit, aki hozzáértő ember, és Koestlerről és Hágy Gyuláról tud nekünk előadást tartani. Így jutottam el Móroc Gáborhoz. Móroc Gábor kiemelte, Arthur Koestler egy nagyon színes egyéniség volt, és nagyon összetett a munkássága, ahogy különleges Hágy Gyulával ápolt barátsága is. Tudjuk azt, hogy magyarországi születésű, Budapesten született, de már gyermekkorától a szüleivel Bécsben élt, majd gyakorlatilag majdnem minden európai országban élt egy ideig, és aztán a világháború időszakában, tehát másik világháború időszakában pedig Angliába került, és tulajdonképpen az új hazája London, Anglia lett. És érdekes módon a 30-as évek közepén Svájcban találkozott Hágy Gyulával, és ez egy hosszú barátság kezdete volt. Akkoriban mind a ketten szegények voltak, és íróként próbáltak megélni. Később útjaik több ponton is keresztezték egymást, és így mélyült el a barátságuk, amely utolsó éveikben is igen erős maradt.